Mit fogunk ma megkóstolni? Nagyon-nagyon régi ételt fog nekünk megmutatni, különleges vacsorát fog nekünk készíteni. Honnan származik ez a recept? Hogy találtad ki? Elkészült ez a finom étel. Jó ételt hozzá! Zsadányi Melinda vendégei vagyunk ma, és egy különleges ételt fogunk megkóstolni, ami nem más, mint Sheldon tésztája. Ki ez a Sheldon, és milyen tésztája van? Hát az a története ennek az ételnek, hogy a gyerekekkel nagyon szerettük ezt az Agymenő című sorozatot, aminek az egyik kultikus figurája ez a Sheldon, akinek a kedvenc étele a virslis paradicsomos tészta, és nálunk már rég benne volt a köztudatban egy ilyen étel, aminek nem volt neve, úgyhogy gyorsan rásütöttük ezt a nevet, hogy Sheldon tésztája. Még egy egyetemi csoportársamtól tanultam. Aha. Tehát ez egy nagyon régi recept, amit nyilván így minél gyakorlattabb lettem a konyhában, kicsit tovább gondoltam. Itt látjátok az alapanyagokat, én ilyen színes orsótésztát vettem hozzá, mert alapvetően még mindig gyerekszemmel próbálok főzni, hogy ami guszta látmányra, az valószínű ízleni is fog neki. És hát köztudott, hogy a gyerekek imádják a tésztát. Úgyhogy ez a nagyon gyorsan elkészíthető étel nagyon sokszor kihúzott engem a bajból, mikor itt sok-sok gyerek összeszaladt az udvaron, és dél körül hirtelen mindenki éhes lett, akkor nagyon sokszor főztem ilyet. Manapság már a gyerekeim is megfőzik, úgyhogy már van olyan, hogy ők kényeztetnek engem ezzel a Sheldon tésztával. A tésztán kívül a lelke, az ebben az üvegben van, ezek illatos zöld fűszerek. Igazándiból bármilyen konyhában található zöld fűszerből össze lehet ezt rakni, de én pár hete találtam egy pizza fűszerkeveréket a boltban, és abban minden alapanyag benne van, úgyhogy most is gyorsan vettem egy ölt és beleszórtam. Ezen kívül a tejföl a lelke, meg a ketchup körülbelül egy arányban, és a virsli ezennél kicsit táplálóbbá fogja tenni. Hát az is a gyerekek kedvence általában. Így van, tehát ezek alapvetően ilyen nagycsaládos anyukáknak kisgyerekekkel típusú ételek. Már mi is egy kicsit kinövünk ebből, mert egyre gurmébbak a gyerekeim, és egyre igényesebb dolgokat várnak. De mondom, ilyen ízasztó, sűrű napokon ezért jól jön ez a 15 perc alatt elkészíthető étel. Jó, hát akkor fogjunk hozzá, és majd meglátjuk, mi lesz belőle. Az az első pontunk, hogy olajat forrósítunk, egészen keveset, mondjuk egy evőkanálnyit. Abban fogom megpirítani majd a virslit. Azért jó a wok, egyrészt azért, mert karácsonyra kaptam a gyerekektől, másrészt meg azért, mert utána bele lehet majd zuttyantani a tésztát, és így egy tálban minden elkészül. Párhuzamosan pedig odaraktam, hát körülbelül másfél liter vizet sóval főni a tésztának. És miután ezt itt előkészítettem, fölkarikázom a virslit. Bármilyen virsli szóba jöhet, akár húsmentes vega virsli is, illetve aki abszolút vegán életmódot él, az akár ki is hagyhatja belőle, akkor egy kicsit egyszerűbb étel lesz belőle. Szerintem a gyerekek nagyon díjazzák, ha van benne egy kis virsli. Ez a tapasztalat. Most a felforrósított olajba beleszórjuk ezeket a felkarikázott virsli darabkákat, és kicsit átpirítgatjuk. Épp csak annyira, hogy legyen egy picit barnás színű. Tehát a virsli körülbelül így kell, hogy kinézzen, és akkor már késznek jelenthetjük. Párhuzamosan felforrt a sós víz, úgyhogy abba mehet bele a tészta. Lehúztam a lángról a virsliket, hogy nehogy megégjen a fűszer. Hát mi nagyon szeretjük az intenzív vízeket, úgyhogy körülbelül egy csapott tevőkanál illatos zöld fűszert rászórok a virslire. Nagyon fontos, hogy rögtön kavarja is az ember a fűszereket, és pont elég az a hő, amit a forró serpenyő ad, hogy egy kicsit így megpiruljanak a fűszerek is. És akkor most, ahogy megpirult már minden, most jönnek rá ezek a szaftosabb hozzávalók, rárakjuk a ketchupot. Körülbelül ugyanannyi ketchupot szoktunk rárakni, mint tejfölt. És akkor jól össze kell keverni, és még egy kicsit összerottyantani a gázon, hogy egyrészt összeérjenek az ízek, másrészt, hogy ne kelljen már külön melegítgetni az ételt. Miután akkor így szépen összeértek ezek az ízek, meg felforrósodott a mártás, lehet még utófűszerezgetni, egy kis sóval, borssal, igazándiból ki mit bír. Tehát mi nagyon szeretjük, hogyha jó fűszeres. Illetve, hogyha valaki friss fűszernövényekkel csinálna inkább ilyenkor nyáron, bazsalikommal, oregánóval, annak azt javaslom, hogy ne pirítsa meg ezeket a friss fűszereket, hanem ilyenkor dobálja majd bele, és tényleg csak keverje össze ezzel a mártással. És miután ez is megtörtént, akkor én még a végén
bele szoktam zutyantani a tésztát, és még azzal is egy kicsit összepirítom. Tehát ez inkább egy tálétel jellegű lesz, nem pedig egy tésztamáltás történet, hanem egy tálétel. Melinda, ez tényleg nagyon gyorsan elkészült ez az étel. Gondolom azért 4 gyerek és plusz munka mellett hozzá kellett szoknod, hogy pörgés van és gyorsan valami finomat. Igen, irigyelnek is a barátnőim, mert nagyon sok ilyen praktikus, gyorsan elkészíthető receptem van. Már egyszer javasolták is, hogy írkáljam le őket, úgyhogy lehet, hogy és leírtad? Most megtörténik. Nehezen fogok hozzá, hogy leírjam, mert annyira spontán módon főzök, hogy szoktak is reklamálni a gyerekek, hogy ritkán tudok kétszer ugyanúgy elkészíteni valamit, mert mindig variálok, meg alapanyagokat próbálok ki. Vannak úgyhogy kedvenc ízek? Mondjuk a gyerekeknél? Vagy hát nagyon nyitottak vagyunk mindenféle ízre, és szerencsére a gyerekek is örökölték ezt, hogy lehet, hogy így szocializálódtak. Úgyhogy most nagy kedvencünk a távol-keleti konyha, próbálgatjuk a szárnyainkat, táj ételeket, meg kínai ételeket készítünk. És honnan veszitek az ötleteket? Hát egyrészt éttermekből, szívesen járunk ilyen helyekre, és akkor utána megpróbáljuk itt reprodukálni. Van, aki szívesen néz ilyen főzőműsorokat is a családban, és akkor onnan hoz ötleteket, de én inkább ízek alapján szeretek. Igen, azt az előbb beszélgettünk róla, hogy ha valamit megkóstolsz, akkor azt vissza tudod adni, újra tudod készíteni. Igen, meg a recepteket is úgy olvasom, hogy már érzem az ízeket, és nem tudom, ez valamilyen sajátos képesség lehet, vagy csak odafigyelek egyszerűen rá, és lehet, hogy más annyira nem. Úgy tudom, hogy a gyerekek is most már itt tüsténkednek a konyhában, besegítenek, igen. Sőt, saját ötleteik is vannak. Sőt, hát már ez a besegítünk, nem, kezd megfordulni, és engem akarnak kuktának használni, amit én annyira nem szeretek, mert így ragaszkodnék a szerepemhez a konyhában, de az nagyon imponál, hogy érdeklődnek meg, hogy fiú létükre egyáltalán nyitottak arra, hogy ne csak eléjük kerüljön valami főtétel, hanem el is készítik. Úgyhogy sok-sok gyerekszakácskönyvünk is van már ovis ballagásra is emlékszem, hogy a legnagyobb fiúnak annó egy ovis szakácskönyvet vettem. Na, úgy, hát akkor kóstoljuk meg ezt a finom egytál ételt. Jó étvágyat kívánok!